Köszöntöm a Kölcsét Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Várakozáson alul szerepelt ősszel a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB2-es tabella élén tölti a téli szünetet a Spari. A negyedik helyen áll a D csoportban a nyírvátori férfi kézilabda csapat. A második helyről várják a tavaszi folytatást a Máté Szalkai futballisták. Várakozáson alul szerepelt ősszel a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák két győzelemmel és 11 vereséggel állnak az alapszakasz felénél. Összetettek az okok, talán kezdeném az elején ott, hogy ugye teljesen kicserélődött a keret. Egy morális és szakmai válság után kellett talpra állni ugye a kiesés után, ahol mind edzőcserét, mind játékos cserét kellett eszközölni. Értelemszerűen a büdzsé az harmad-negyed annyi, mint tavaly ilyenkor volt, és 10 új játékos érkezett a csapathoz, illetve új vezetőedző is. Sajnos nagyon úgy indult az éve, hogy arra számítottunk, hiszen akár egy labdás vagy két labdás, de vereségekbe csúsztunk be. Gyakorlatilag az első 5-6 mérkőzésünkből 4-3 ponton belüli volt, viszont ez egy olyan morális csődöt okozott a csapatnál, hogy a mai napig nem tudtunk belőle felállni. Az elején próbálkoztunk az edzőváltással, egyelőre ideiglenesen szakmai igazgató Meri Mekmilovics látja el ezeket a feladatokat, viszont látszik, hogy a játékos keretet is meg kell erősíteni, hiszen még nincsenek olyan állapotban ezek a srácok, hogy komoly teher alatt tudjanak teljesíteni. Történt is egy légiós csere, kiérkezett Vajengina helyére. Vajengina alapvetően, ha a számokat nézzük, nem hozott rossz teljesítményt. Ellenben történt egy családi tragédia, ami miatt kérte a szerződése felbontását. Mi ezt ebben az esetben természetesen elfogadtuk, és az utolsó mérkőzésünk után december 18-ával ő haza is utazott. Viszont ezt már tudjuk 2 hete, és egyből gondoskodtunk a pótlásáról. A mostani vezetőedzőnk már más szakmailag másként ítéli meg ezt a keretet. Mindenképpen kellett egy úgynevezett megoldó embert hoznunk, aki az utolsó másodpercekben ezeket a 1-2 pontos dolgokat el tudja dönteni, illetve tud 20-25 pontokat dobni. Bízom benne, hogy Carbel Erwin érkezésével, egy amerikai srácról van szó, aki 28 évesen már bejárta Európát és több komoly ligában játszott, tudtunk egy olyan Jolly Jokert belerakni a csapatba, aki ezeket a szoros mérkőzéseket megnyeri nekünk. Visszatekintve még az ősszel pozitívumokat akarunk keresni, az mindenképpen az, hogy a HEP-kupában még áll a csapat. Igen, ezt láthattuk már más bajnokságok, más sportág, más csapatoknál is, hogy sokszor nagyon furcsa az idény, hiszen az egyik csapat a bajnokságban bukfencezik, illetve a kupában jól szerepel. Hát bízom benne, hogy nekünk ezt tudja egy kicsit jobbá tenni ezt a szezont, hiszen egy mérkőzésre vagyunk attól, hogy a Final Four-ba a legjobb 4 csapat közé jussunk a Magyar Kupában, a HEP-kupában. Jövő héten, pontosabban 2 hét múlva lesz egy Cegléd elleni mérkőzésünk, ugye, ami az a mérkőzés dönt, tehát hogyha az megvan, akkor már ugye éremért játszunk a kupában, viszont a legfontosabb a bajnokságban, legfőképpen az, hogy most stabilizáljuk a helyünket az új légiós érkezésével, majd próbáljuk esetlegesen megcélozni a playoffot vagy a legjobb 10-et. Kosárlabdában nincs hosszú téli szünet, január 5-én már meccset játszik a csapat, mivel telik addig az idő? Hát most a srácoknak nem igazán a pihenéssel, értelemszerűen nem is indokolt, hiszen örök igazság a sportban, hogyha ha kikapsz, akkor még többet kell edzeni. Persze nem ész nélkül, viszont nagyon sok olyan dolog van, amit a fiatalok nagy részt zömmel a játékosaink, meg kell tanulniuk, és még jobban összecsiszolódniuk, úgyhogy gyakorlatilag 3-4 nap pihenőnél nem lesz több. Ugyan vége a etapjának, ennek az etapjának a bajnokságnak, de edzenek egészen 22-ig, illetve már 26-án labdát fognak, és így készülünk föl a kupameccsre, illetve a bajnokság második felére. Az NB2-es tabella élén tölti a téli szünetet a Nyíregyháza Spartacus. Tímár Krisztián együttese 13 győzelem mellett 4 döntetlent játszott és 1-szer szenvedett vereséget. Ez azért minden várakozást felülmúlt, de nagyon örülünk neki, és büszkék vagyunk rá, mert azért így végigélve az, hogy honnan indultunk, és hogy milyen kemény munkát rakott bele a stáb és a csapat is, azt gondolom, hogy nagyon büszkeséggel tölt minket el ez, hogy ez így állunk jelenleg a tabellán. Azt gondolom, hogy talán
nem érdemtelenül, mert ugye nagyon sokat tettünk érte, és azért sok mérkőzés sikerült megnyernünk, és talán az is bejött, hogy azért szinte mindenkinek a dolgát nem csak, hogy megnehezítettük, sok csapatnak ugye lehetetlen megoldást nyújtottunk, hogy legyőzzön minket egyelőre. Ezen az úton szeretnénk maradni mindenféleképpen, mert ugye ez lesz a nehéz, hogy ezt a szintet fönntartani, mert igazából nem értékeljük olyan szempontból túl, hogy most egy nyilván boldogok vagyunk, meg örülünk neki, hogy itt a szünet előtt így állunk, meg mi zárjuk, úgy zártuk ezt az évet, hogy mi vagyunk az élen, de viszont egy nagyon kevény tavaszi időszak előtt állunk, amire szeretnénk megfelelően felkészülni, és tudjuk, hogy az vízválasztó lesz, meg komoly céljaink vannak, és azt is hasonló jól szeretnénk tudni megoldani. Sok idő még nem volt az elemzése, de mégis minek köszönhető ez a szereplés. Ugye van egy szakmai stáb, amely szeretne összerakni egy keretet, megvannak a játékosok, az edzőnek van egy elképzelése, az meg kell, hogy valósuljon a pályán, tehát sok mindennek klapolni kell ahhoz, hogy egy csapat egy ilyen őzárjon. Én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy amit az elején a nyári időszakban fölállítottunk, elvárási szintet, egy munkamorát, a munkaközösséget, és amit a játékosok elkezdtek munkát, ebben nem volt lanyhulás. Szóval a játékosok végig, sőt, fokozatosan, hogy együtt dolgoztunk, ez nőtt, és ahogy jöttek a mérkőzések, egyre minőségibb volt a csapatjátékunk is. Annak köszönhető, hogy a játékosok végig motiváltak maradtak, a rend és a fegyelem végig megmaradt az öltözőn belül, és tényleg ahogy mentünk a mérkőzés, egyre sikeresebb lett a társaság. Én azt gondolom, hogy ez volt a kulcs, és az, hogy a játékosok tényleg mindig megpróbáltak mindent megtenni, azt, amit a szakmai stáb vagy a vezetőedző kért. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a csapat és a edzői stáb között nagyon megfelelő a kémia. Tudják, hogy mit szeretnénk, tudják, hogy mi az elvárási szint, és ez azt gondolom, hogy így jól működött. Az utolsó 6 meccsét megnyert a csapat, úgyhogy voltak a végén már gólzáporos meccsek is. Összefügg a kettő, hogy jönnek az eredmények, nagyobb az önbizalom, könnyebben sikerülnek azok a dolgok, ami esetleg máskor nem annyira. Én azt gondolom, hogy az jellemző volt ránk talán az egész fél szezonban, hogy próbáltunk ugye dominálni a játékot, és hogy sok helyzetet alakítottunk ki, és ez tényleg így van, hogy ugye korábban talán többször is nyilatkoztam, hogy a helyzet kihasználásunkon kell változtatni. Ez itt a végére úgy jött ki, hogy továbbra is sok helyzetünk volt, és sok helyzet ki is maradt, de viszont sokat be is rúgtunk, és ennek kifejezetten örülök. Ezen továbbra is dolgozunk, továbbra is csiszoljuk ezt a részét. Most itt ez az utolsó mérkőzés is kívülről magabiztosnak tűnhet, de azért ez nem volt annyira az egyszerű történet. Más, amikor jó talajon kell játszani, más ugye egy játékképe, amikor ugye már ilyen sárosabb, vagy ilyen fagyott talajon kell játszani. Próbáljuk mindenre a játékosokat, meg a csapatot felkészíteni, és ahogy említettem, erre vevő ez a csapat, ez a közösség, és ugyanígy kell továbbra is csinálnunk. Mindenkinek megvan a helye az öltözőben, a pályának is padon, hiszen ilyenkor mindenki szeretne játszani, te meg gondolom szeretné mindenkinek megfelelő játékpercet adni. Ez így van, hát nyilván próbáljuk ugye megfelelően forgatni a játékosokat, de azért azt látni kell, hogy van egy kialakult csapat, azért nem lehet mindenkit jobbra-balra pakolgatni, de aki kiérdemli, meg aki úgy teljesít hétközben, annak nyilván egyértelmű, hogy megpróbáljuk adni a lehetőséget. Meg ugye vannak itt ugye formahanyatlások, vannak mindig olyanok, akik az ellenfelet is nézzük, melyik játékos típus ki ellen lehet a megfelelő fegyver, próbálunk alaposan felkészülni, és így ezek mind befolyásolhatják az aktuális kezdőcsapatot, de ahogy említettem, tényleg ez a társaság nagyon-nagyon odaadóan és motiváltan dolgozik hétről hétre, és szinte mindenki megérdemel, hogy játszik, ugye van egy csapat, és ide megpróbálunk neki beférni. Szurkolók ilyenkor azt mondják, kár, hogy szünet van, hiszen lendületből végig lehetett volna játszani így a bajnokságot. Ti hogy érzitek? Úgy érezzük, hogy nyilván jó formában voltunk, lendületben volt a csapat, de hát ugye itt az időjárási körülmények azért itt Magyarországon közbe szólnak, nem lehet tovább tolni a bajnokságot, mert már itt az utolsó egy-két forduló is ugye már azért már kérdéses volt, hogy le tudjuk-e játszani a mérkőzéseket, több párosítás el is maradt a fordulóból. Mi örülünk neki, hogy le tudtuk játszani ezt a mérkőzést, és nyilván így, hogy most vége van a bajnokságnak, azért megpróbáljuk kihasználni ezt a lehetőséget egy rövid értékelésre, ennek az elmúlt időszaknak a játékosok egy rövid feltöltődésre, és egy okos, de jól megtervezett felkészüléssel próbáljuk majd ugyanott folytatni tavasszal, ahol itt ősszel abbahagytuk.
Mikor kezdődik a felkészülés, és ki lehet-e most már mondani, hogy egyértelműen a feljutás a csapat célja? Felkészülést azt január 3-án fogjuk elkezdeni. Előtte már egy 7-8 napos külön egyéni edzéstervet kaptak a játékosok, ahol mindenkinek el kell végezni azt az előmunkát, ami ahhoz kell, hogy jó állapotban tudjuk elkezdeni a felkészülést. Ezek után megyünk egy edzőtáborba, Törökországba, és utána már csak egy hetet töltünk itthon, és a főpróba fog következni, és már kezdődik is a bajnokság, szóval ez egy viszonylag rövid felkészülési időszak, és itt próbálunk megfelelő állapotba kerülni. Az volt meg a kérdés, hogy ki lehet-e jelenteni, hogy most már egyértelmű cél a feljutás egyenős után? Én azt gondolom, hogy az elvárás az továbbra is az, hogy élcsapat legyen a Nyíregyháza Spartacus, és mi azon fogunk dolgozni, hogy ezt az előnyt megtartsuk, továbbra is ott legyünk az élmezőnybe, és hogyha ez azzal jár, hogy feljutás, akkor nyilván nagyon boldogok leszünk, mert nyilván egy ilyen Nyíregyháza Spartacus szintű klubnak az a célja, az lehet a cél, hogy visszakerüljön az első osztályba, akkor lennénk a legboldogabbak, hogyha ez így lenne. A tabella negyedik helyén áll az év végén, az NB2 D-csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Az ősszel két edző által irányított együttes, 5 győzelem mellett 1 döntetlent játszott és 5-ször szenvedett vereséget. Új formában került lebonyolításra a 2023-24-es bajnoki esztendő. Röviden csak annyit, hogy itt lesz egy felső, illetve egy alsóház, és a további küzdelmek úgy fognak folytatódni. El kell, hogy mondjam, hogy ennyi problémával ebben az őszi szezonban, az elmúlt 6 szezonban nem találtuk magunkat szemben. Kezdődött azzal, hogy az alapozáskor is már elég sok sérültünk volt, aztán folytatódott azzal, hogy egy érzékenyen érintett személyváltozás, ugye egyik játékosunk, a Gubó Alex, a harmadik forduló után bejelentette, hogy családi okokra való hivatkozással Miskolcra költözik, ő eligazolt. Szerencse a szerencsétlenségben, úgymond, hogy szezon közben megtaláltuk azért Varga Lászlót, akit senkinek nem kell bemutatni, Fehér Gyarmat, illetve Nyíregyháza volt játékosát, aki a későbbiekben próbált segíteni ezen a helyzeten. Aztán jött a következő probléma, sajnos edzőnk Fajcsik Miklós ágynak dőlt, beteg lett, úgyhogy vészmegoldásként, mivel hogy Miki sajnos tartósan távol lesz a csapatunktól, vészmegoldásként nagyon gyorsan edzőt kellett találni, amit itt szeretnék megköszönni Weibli Zoltánnak, az Arany Sárkány kézilabdaklub vezetőjének, hogy azonnal elvállalt, és viszont csak úgy vállalta el, hogy a december végéig, tehát gyakorlatilag az őszi szezonnak a végéig, ezúttal is szeretném megköszönni Zolinak azt, hogy azonnal az első hívószóra csatasorba állt, és próbált a csapatunkon segíteni. Az eredményekről annyit szerették elmondani, hogy egy-két mérkőzést leszámítva, ami gondolok itt a tiszavasvári, illetve a hajdúböszörményi mérkőzés, ez nem volt úgymond így bekalkulálva, viszont voltak, ugye hát ezen a sok hatáson, amin keresztül ment a csapat, ugye a Miki betegsége, új edzővel azért össze kellett hangolódni, de nem egy egyszerű egyetlen klub életében sem. De aztán, ahogy kezdtünk újra összerázódni, azért jött egy olyan remek eredmény, hogy Hajdú Szoboszlón szinte végigvezetve azért egy X-et el tudtunk, tehát egy pontot haza tudtunk hozni, és most az ősznek az utolsó mérkőzésén, Balmazújvárosban, szintén a sok sérült, azon a mérkőzésen nem léphetett például pályára Varga Laci a sérülése miatt, a 7. percben kiesett Bormárk, de itt bebizonyosodott azért, hogy van tartása a csapatunknak, és csatasorba álltak azok a fiatalok, illetve helyi játékosok, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, gondolt itt a Weibli Zolira, a Beregi Márkra, gondolok, hogy Siket Korira, Langmarkra, akik kiválóan teljesítettek ezen a mérkőzésen, és
nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a sok problémánk, illetve gondjaink közepette el tudtuk hozni a bajnoki 2 pontot. Ezáltal a 4. helyen vagyunk jelen pillanatban. Hasonló pontszámmal vagyunk, mint a Hajdunánás csapata. Megvolt az évzáró, és mikor kezdődik majd a felkészülés, és ebben a leglényegesebb kinek az irányításával? Túl vagyunk egy évzárón, amit a KFT dolgozóival együtt a csapatunk tagjai is lezártuk az évet. A bajnoki évetre való felkészülés az január 9-én fog kezdődni, mivel hogy az iskola akkor nyit, és ugye mi hozzájuk vagyunk kötve. Ugye itt, ahogy ecseteltem, hogy a Miklós beteg lett, a Zoli december végéig vállalta, új edző után kellett nézni, ami szezon közben szintén nem egy egyszerű feladat, de végül is megtaláltuk Tréki Tamás személyében, aki az elmúlt 3 szezont az NB1-b és Ajkának a kispadján töltötte. Meg is egyeztünk vele, úgyhogy a csapat tagjainak Balmazújvárosban be is mutatkozott. Január 9-én a felkészülést vele fogjuk elkezdeni. A február 17-i bajnoki rajtra úgy gondolom, hogy megfelelő állapotban lesz a csapatunk, sérültjeink felgyógyulnak, illetve az új edzővel is összehangolódik úgy a csapat, hogy az eredeti célkitűzésünknek megfelelően ott fogunk tudni maradni az első 4-ben, ami azt jelenti, hogy a rájátszásban, a felsőházban folytatjuk tovább a bajnoki küzdelmeket. Itt szeretnék ezennel köszönetet mondani a városvezetőinek, a szurkolóinknak, hogy egyre nagyobb számban kísérik figyelemmel a mérkőzéseinket, és mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni a játékosaink és a klubunk nevében. 600 szabadtéren lejátszott bajnoki mérkőzés után fedett pályán folytatják a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban szereplő csapatok. A nyírpazonyi sportcsarnokban 31 együttes lép pályára hétről hétre. Én úgy érzem, hogy a nehézségek ellenére egy szenzációs ősz zárult, hiszen különböző csoportokban óriási harc zajlott a dobogóra kerülésért, és jelen pillanatban is úgy áll a helyzet, hogy ezekből a csoportokból, ugye 10 csoportunk van, bárki lehet még bajnok az első 5-6 helyezett közül, de kiesni is kieshet 3-4 csapat. Ez azt jelzi, hogy a bajnokságunk magas színvonalú. A 10 csoportban hány csapat és hány pályán rúgja a labdát? 107 csapat játszik a bajnokságunkba, és ugye van 3 öregfiúk csoportunk. Az A csoportban ott megvan a 12 csapat, 10 csapat van a B csoportban, és a C csoportban szintén 10 csapat van, és gyakorlatilag ezekből a csoportokból kerülnek majd feljebb, azon kívül viszont az amatőr osztályba, tehát az A, B, C, D, F csoportba szerepelnek a csapatok, itt is van egy 11 fős csoport, és így gyakorlatilag összességében a bajnokság folyamán 1200 mérkőzést játszunk le. Említetted a nehézségeket, az időjáráson kívül milyen logisztikai problémát okozott az, hogy ugye a épülő stadion miatt nem áll minden pálya rendelkezésre? Igen, gyakorlatilag hónapról hónapra változott a helyzet, hogy hol kaptunk pályát vissza, hol elvettek tőlünk pályát, és a végén már annyira kaotikussá vált a helyzet, hogy az ABC pályát elvették, és így csak a D, F és a kisműfős pályán tudtunk játszani, de így is sikeresen be tudtuk fejezni, bár pici átcsúszott gyakorlatilag novemberre is, hiszen egy nappal a terembajnokság kezdete előtt még játszottunk, de viszont sikeresen be tudtuk zárni. Mindig voltak problémák, hol elvágtak egy vezetéket, hol villanyvezetéket, hol a csővezetéket vágták el, és akkor nem tudták lacsolni a pályát, de a nyírvévő munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy kitűnő körülmények között tudjunk szerepelni. A csapatok megértették ezt a helyzetet, hiszen tudják, hogy előbb-utóbb, tehát már a jövő évben 2024-ben vissza fogjuk kapni a pályákat, és van benne még talán meglepetés is. Én nem szeretném elkiabálni, de az ABC pályán talán valami kellemes meglepetés lesz.
Mi a tapasztalat? Korosodik a mezőny, vagy pedig vannak fiatalabb belépők is? Öregszik a bajnokságunk, de viszont nagyon sok olyan új csapat jön, fiatalok, akik verbuválódnak, lakótelepi csapatok vannak, vagy éppen távolabbi helyszínekről jönnek csapatok, például Tisza Gyulaházáról, egy akadó majdnem 50 kilométerről jön hozzánk csapata, éppen a Tisza Berceli cipőboltnak a csapata, ők is új csapatként szerepeltek. Sok fiatal van, a polgármester úr el is várja azt, hogy a fiatalokat minél többet építsünk be a bajnokságba, viszont összességében öregszik a bajnokságunk, és egyre többen kereskednek le az amatőr osztályból az öreg fiúk bajnokságba. Szó esett már a téli terembajnokságról, mikor, hány csapat és milyen helyszínen indult el? November 7-én indult el a terembajnokság, kitűnő körülmények között ismét a nyírpazonyi sportcsarnokba. Itt szeretném megköszönni Dubai László polgármester úrnak, nyírpazony polgármesterének azt a kitűnő kiszolgálást, amiben részesülünk. Gyönyörű a csarnok, hat öltöző áll rendelkezésre, fantasztikus körülmények között, és nagyon szuper a pálya. Tehát gyakorlatilag azt nem mondhatom, hogy nem történt sérülés, mert sajnos egy Achilles-szín szakadás történt pontosan a végén, az utolsó fordulóba, de ez a talaj, ez biztosítja azt, hogy kevesebb a letapadási lehetőség. Kitűnő mérkőzéseket játszunk, hiszen fél időben jár a bajnokság, és ugye gyakorlatilag 12-én fejezzük be a bajnokságot 2023-ba, tehát úgy mondom, hogy az őszi idényt, és január 9-én pedig folytatódik, és egészen február 24-ig játszanak majd a csapatok, akkor lesz majd a szuperkupa döntő, ahol eldől majd, hogy melyik csapat 2023-2024 évben Nyíregyháza abszolút terem bajnoka, és ott 8 csapattal fogjuk megrendezni a szuperkupa döntőt, minden csoportból tovább jut az első kettő, vagyis az A csoportból, ott 11-en vannak, onnan 3 csapat jut tovább, a B és a C csoportból az első kettő, és a B-C csoportból a két legjobb harmadik közül egy alkotja majd a 8 csapatot a szuperkupa döntőben. Szuperkupa döntő után gondolom, ahogy az időjárás engedi, kezdődik megint, vagy folytatódik a szabadtéri szezon. Igen, és szeretném március közepén elindítani a bajnokságot szabadtéren. Ez így volt ebben az évben is. Ez természetesen az időjárás függő, hogy az időjárás engedi, akkor minél hamarabb, hogy be tudjuk fejezni időben a bajnokságot, majd hiszen már utána jön a strandfoci, hiszen július 11 és 14 között ismét megrendezésre kerül a strandfoci fesztivál a Sóstói Gyógyfürdőn. A tabella második helyén tölti a téli szünetet a Vármegyei első osztályban a Máté Szalkai futballcsapat. Kis Tamás együttese 10 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 2-szer szenvedett vereséget. A nyáron úgy indultunk neki, hogy mindenféleképpen szerettünk volna változásokat eszközölni a kereten belül, ami jól is sikerült, hiszen meghatározó játékosokat tudtunk igazolni. Az látszott a szezon elején, hogy 9 játékost igazoltunk, és nem volt még elég göldülékeny a játékunk, elég sok hibával játszottunk, ami eredményességben is megmutatkozott. Viszont így a szezon végére nagyon szépen kirajzolódott a játékstílusunk is, ez eredménnyel is abszolút párosult, de visszatérve az alap gondolatunkra, maga a célkitűzésünk egyértelmű volt, hogy meghatározó csapat szeretnénk lenni a Vármegye első osztályban, és a dobogót azt mindenféleképpen szerettük volna megcélozni. Nem volt így kimondott nagyon nagy céljaink, elvárásaink, az élmezőny az egyértelmű volt, és ezen belül azt mi meghatároztunk magunknak, hogy azért a dobogót szeretnénk megcélozni. Elégedett vagy az őszi eredmény sorra, vagy maradt benne még? Összességében azt mondom, hogy elégedett vagyok. Nyilván van 2-3 találkozó, amivel kapcsolatosan van hiányérzetem, ahol több lehetett volna benne, de összességében azt mondom, hogy amit a fiúk beletettek, így összességében elégedett tudok lenni az őszi szezonnal.
Ha egy meccset kellene kiemelni pozitív irányba, melyik volt az a meccs, amelyikkel teljesen elégedett voltál? Az ősz folyamán talán az egyik legpozitívabb és legjobb élmény az a Kálós, amiben aratott siker volt, hiszen egy rendkívül jó csapatot sikerült magabiztosan legyőzni, ráadásul egy olyan mély talajú pályán, ahol egész abszakadt az eső, és nagyon jól alkalmazkodtunk, és emellett mondom még egyszer a tavalyi bajnok és egy rendkívül jó csapatot, egy nagyon jó játékot sikerült legyőznünk. Milyen volt ez az ősz a Vármegyei első osztályban, mennyire adták nehezen a pontokat? Szerintem egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott bajnokság volt, az látszik is, hogy ugye az első 4-5 csapat itt pontokon belül van, illetve nyilván itt a hátsó régióban egy-két csapat, aki egy kicsit le van szakadva, de a középső mezőnyből is bárki bármikor bárkit el tudott kapni. Ezáltal tényleg azt mondom, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozott bajnokságnak tudom mondani az ideit. Több csapat abszolút esélyes, úgy gondolom, a bajnoki címre. Az, hogy Mándok lett ugye az őszi első, szerintem teljesen megérdemelten, hiszen egész szezonban egy rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt tudtak nyújtani. Ez volt ezzel, én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten biztosították be maguknak az őszi első helyet. Én úgy gondolom, az elmúlt évekhez képest is erősödött ismét a bajnokságunk, és ezáltal minden egyes pontnak, pontoknak óriási jelentősége van. Ilyen szereplés után szükség van-e valamilyen változtatásra a téli szünetben? A téli szünet az mindig egy más kávéház a nyárhoz képest, mert ugye igazolni csak úgy lehet, esetleg az adott klub beleegyezik a játékos távozásában, nagyon nehéz. Nyilván van egy-két pozíció, ahol tudnék elképzelni erősítést, de én úgy gondolom, mindig azt mondom, az egyik legnagyobb erősítés egy klubnál, vagy egy csapatnál, hogyha együtt tudjuk tartani a társaságot. Mit lehet tudni a téli kezdésről? A téli kezdést azt január 8-9 körül kezdjük. Ugyanúgy egy 6-7-es felkészülés lesz 5 edzőmérkőzéssel, és ugye ilyen február 23-24 ezen a hétvégén kezdődik a bajnokság. Ez volt az utolsó Sportszelet 2023-ban. Találkozunk jövőre. Mindenkinek boldog új évet kívánok magam és kollégáim nevében. A viszontlátásra! We'll be right back.